Sziasztok, ő Horváth András. Ő pedig Pálinkás Attila, teslások.hu-tól. Itt pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, egy csomó Tesla, több mint 10 Tesla. Írtam egy ilyen puskát Attila, azt mondja, hogy így a teljesség igény nélkül 85D-k, 100D modellesek, hopp, egy kék Model 3, az a tiéd, aztán még egy 85D, 75D Tesla, 90D Tesla, P85D Tesla, 100D Tesla, tehát mindenféle Teslák vannak, és mit fogunk csinálni? EB-t rendeztünk, gyakorlatilag egy energiabajnokság, amivel Budaörsi Decathlontól indulva sormásig megnézzük, hogy melyik autó mennyit fogyaszt 130-es tempóval. Ilyen tehát még igazán nem volt. Tehát egy Tesla fogyasztási verseny, hogy képbe legyenek a nézők, meg mi is, hogy melyik Tesla mennyit bír, és szerinted ki fog nyerni? Én. Nem akarok ellenet fogadni, de szerintem a Tesla Model 1 100D-k azok elég erős ellenfelek. Én azt mondom, hogy egy Mákos Gubába. Jó, egy Mákos Gubába fogadok veled, de igazából én neked drukkolok. Tudom. Szia Soma, téged már ismernek a nézők, hogyha nem láttatok, akkor az aksi cserés epizódot nézzétek meg. Soma programozta át az autót, hogy felismerje az aksit. Ti is Teslával, gondolom? Igen, egy Model S P85D-vel jöttünk. Akkor ti nem nyertek, szerinted ki fog nyerni? Én egy 100-as Model S-re szavazok. Attilával fogadtam egy Mákos Gubával. Lehet, hogy fogadnék veled egy Mákos Gubában, hogy a Tesla Model 3 performance nyer. Hát... A Model 3 takarékosabb, de én szerintem az a 25 kWh-ra számítani fog a Model S-re. Izgalmas lesz. Na jó, majd akkor sormáson találkozunk, addig meg konvoj. Köszi, sok szerencsét! Nektek ciao. Is. Berakom fejlesztői üzemmódba. Most meg is jelent a developer felirat. Ugye azt akarjátok megnézni, hogy hány kWh-ra. 72,1 kWh-ra a teljes kapacitása az a... Ez a tényleges. Ez a tényleges teljes kapacitása, amit ő most számol. Ugye 90 kWh-s alapból, és itt láthatjuk az igazságot, hogy amúgy 72-t tud. Az a helyzet, hogy a 90 kWh-s akkumulátorról, hát alapvetően annak van a legrosszabb híre, és hát konkrétan igazából az a leggyengébb akkumulátor. Például itt látszik, hogy egész életében az autó 58 000 kWh-t fogyasztott eddig, hát annyit töltöttek vele, és akkor itt pirosra jelöli a legnagyobb, és kékkel a legkisebb hőmérsékletet, és a feszültséget is ugyanígy jelöli. Köszönjük. Ezeket még én se láttam. Ferikém, gratulálok, hogy összetudtál szedni 15 Teslát. Azért így Magyarországon, tehát az emberek nem tudják, elég sok Tesla van most már több. Hát most már szerintem 10-szer ennyi van körülbelül. Valószínűleg igen, több mint 100 darab. Szerinted ki fog nyerni? Hát szerintem a 100D is esélyes, meg a Model 3 is esélyes, ez a kettő, mert ugye az egyedüli X-ünk az azért jóval többet fogyaszt egy 10-20%-kal, úgyhogy ő szerintem ilyen szempontból esélytelen. Hát igen, de van olyan 100D-nk, meg ugye a Model 3-unk is, ami olyan 500 km-es hatótáv körüli értéket mutat most is, és kíváncsiak leszünk, ugye, hogyha leérünk, akkor ez mennyi lesz. Ki fizeti a kaját? Ki veszi? Igen, így van. Azt mindenképpen. És te mivel vagy 85? Én egy 85D-vel vagyok most. 85D-vel, akkor te nem vesztesz, azok elég jól bírják. Igen. A P-s autók, P85-ek azok. Ők többet fogyasztanak. A 85D is egyébként inkább városban gazdaságosabb, tehát itt nem fog megmutatkozni annyira a fogyasztás. Jó, nem kell előre magyarázkodni. Szerintem induljunk el, mert most már egy órát csúsztunk a tervezethez. Ugye elvileg minden autó 100%-ra van töltve, úgyhogy kb. Egyenlőek a feltételek. Van ilyen kis lista, azt mondja, lehet, hogy beteszem, hogy melyik autó mennyit írt induláskor, de igazából az a kérdés, hogy megérkezéskor mennyit írnak. Így van. Így van. Pontosan 200 wattóra per kilométer, tehát 20 kWh per 100 km a fogyasztás, ami
valami sok. Sok. Mondtam, hogy hagyjuk a balasztot ott. Marcit azt sikerült átraknunk egy másik autóba, de plusz, hát, sok kiló, meg még te is itt az ételezabáltad magad a Mekibe. Nem fog nyerni a ti, nem fog nyerni a 100D-k, és így nem nyomják neki egyébként, ezt látjuk, hogy nem sietnek, pedig próbálunk 130-al menni, nem nyomják. Bár én mondom, én neked rukkolok. Tudom, de én úgy érzem teljes mértékben, hogy megint meg fogom nyerni. Ugye a tendencia ezt mutatja. Jó, de ez egy Performance Model 3 szélesebb gumikkal, ez a plusz 10% fogyasztás, amit így látunk a sima AVD-hez képest, azért az számít. Igen, egy a probléma, hogy május van, ugye, és májusban nem szokványos a 13 fokos időjárás. Hát május 1-én kinyitnak a strandok, ilyenkor gyerekkoromban fürödtünk, meg meleg volt, most meg Szibériában van 30 fok, itt meg 13, reggel 5 fok volt. De nincsen klímaváltozás, a Trump szerint nincs semmi, nincs, persze nincs. Minden rendben, aha. Na mindegy, viszont szerintem hívjuk már fel a Ferit, hogy ő hívjuk, hogy áll. Kíváncsi vagyok, ő megy legelől. Egyébként neki van a legkönnyebb dolga, mert ő tudja szabályozni a sebességet, nekünk meg mindig gyorsítgatnunk kell, ami nem jó. Hello! Ja. Hogy állsz? Mennyi a fogyasztásod? 212. Most jó. Táncolunk a kocsiban éppen. Nekünk csak 200. 23,2 kW-ot fogyasztottam el. Mi meg 21-et. 21 kW-ot fogyasztottunk el, és 19,9. Na, nekem meg 2,13. Akkor te már nem nyersz. Én már nem. Na jó van, akkor sormáson találkozunk. Óvatosan a gázpedállal. Vagy elektronpedál. Próbálom úgy, brigádot. Oké. Ciao. Jó, de tehát, hogyha ő fogyaszt 23-at, akkor 100D-n, ott nagyon sok aksi van. Tehát, hogyha ők is csak annyit fogyasztanak, akkor nyerni fognak. Na mindegy, ott én neked drukkolok. Meglátjuk. Én bízom benne, hogy megint nyerünk. Mennyi van még? 100 kilométer, hát az már pikpak meg lesz. Most már nem lesz akkor a forgalom. Teslák mindenütt! Attila, rossz hírem van. Nem nyertél Mákos Gubát. Nem. Én nyertem, de majd beváltanám egy somlóira, mert ezt jobban szeretem. Életem első fogadása, amit elbuktam. Én nem akartam fogadni ellen, de mondtam, hogy a 100D-k veszélyesek. Itt vannak az adatok, két darab 100D, azok 19,5 és 19,9 kWh-t fogyasztottak 100 kilométeren, és maradt nekik 260 kilométerjük. Ezzel szemben a Model 3-nak a fogyasztása picit magasabb volt, 20,3 kW és 193 km hatótávunk volt, majd beteszek egy ilyen rohadt nagy csártot szerintem az összes autóról ide a videóba. Szóval mondjuk ezt tegyük hozzá, hogy mi gyorsulgattunk, tehát a videózás miatt azért volt, hogy kiszedtünk pluszba, de az látszik, hogy a performance-szal nem tudtunk nyerni, viszont az AVD-vel tudtunk volna. A 75D, ami még érdekes szerintem a modellesből, a 75D, az 18,5 kWh-t fogyasztott, tehát így ő fogyasztott a legjobban az összes autó közül, finom lábbal, viszont csak 149 km hatótáv maradt a mi 193-unkkal szemben, tehát hiába az ugyanakkor az aksi, nagyobb autó, nagyobb súly. Viszont van nálam szendvics, nem lehetne elcserélni, inkább vannék szendvicset neked kaja helyett. Nem, somlóit szeretnék, valami vegán cuccat eszek, valami zöldséges, mert ott csináltunk ilyen videót. Na minden, szóval azóta én mindig elgondolkozom, hogy nem kéne húst enni. Esvőki. Éhes vagy? Hát Mákos Gubát azt nem fogsz enni, viszont én fogok somlóit enni majd desszertnek. És hát azt hiszem, hogy ennyi volt ez a jó kis Tesla EB túra. Nem nyert a Performance Model 3, viszont a Performance Model 3-at venném én is, mert hogy jól gyorsul, és kit érdekel ez a 10% hatótáv. És megérte az egész, mert ennyi Teslát így egy kupacba. Igen. Ez tök jó. Úgy néz ki, mint egy régi Merkur telep. Igen, egyébként. Csak ez most az új Merkur telep.
Na jó, ha tetszett ez az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessétek teslások.hu-t az Instán, meg engem is Instán, meg Martit is Instán, és a következő epizódig sziasztok, és nagyon nagy köszönet a kapu.hu-nak, a reghozzáértének, az elbásodnak, a tiszta energiáknak a támogatásért, Attilának, hogy mindig jöhetek vele az autójával, és hogy nem az én autóm kopik, és tényleg következő epizódig sziasztok. Sziasztok. Ciao. És a következő epizódig, ami mi is lesz? Parkül lesz, és egy csomót fejlődtek, úgyhogy tök érdekes téma lesz. Az lesz a címe, hogy töltő az egész város. Sziasztok! Sziasztok!